4, 3, 2, 1, és rajt! Így rajtolt el az idei fél és harmad maraton a keszthelyi kilométerek új helyszínén. A meleg sem tántorította vissza a legfanatikusabb futókat attól, hogy teljesítsék a 3, 7, 14 és 21 kilométeres számokat. A megmérettetésen a régi veterán futók mellett az új generáció is képviseltette magát. Én ma az idei évben vagyok először ezen a futóversenyen. 7 kilométert futottam, amire azért gyakoroltam és készültem többet is. Igazából tetszett az egész verseny, bár a terep az nagyon nehéz volt. A Keszthelyen megrendezett versenyen a Mazsola Egyesület is képviseltette magát. A sport által összekovácsolódott családi és baráti közösség tagja Illés Károly, aki idén a csapatot lelkiekben erősítette. Most jelenleg 76 vagyok. A Keszthely kilométerekre minden egyes versenyen részt vettem addig. Idén sajnos augusztusban volt egy műtétem, és azért ezen a versenyen nem tudtam indulni, részt venni, de hát ugye a csapatot elkísértem. És minden elismerésem a KKM szervezőinek, mert ezek a versenyek nagyon jók. A keszthelyi kilométerek teljesítéséért minden résztvevő érmet kapott. A legjobbakat kupával is jutalmazták, amiket a Festetics kastély parkjában vehettek át a résztvevők. Úgy terveztem, hogy azért ez egy nagyon különleges helyszín lesz, és azért akár a futóktól, akár a szervezőcsapattól azt a visszajelzést kapom, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és mindenki teljesen otthon érzi magát itt a kastélyparkban, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ez összejött, hogy itt lehetünk. Idén a futóverseny teljes tematikáját a helyszínhez alakították a szervezők. A kastély történelméről hallgathattak meg színes történeteket a versenyre érkezők, de korhű ruhákba öltözött dámák tánca is színesítette a programot.